Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Mert nem igazodsz ki rajta. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Szemira számára. Kedves Szemira, üdvözöllek téged, ez a te videód, és feltesszük a kérdést, mi van vele, hogyan tovább, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Mielőtt kezdenék, szeretném felhívni a figyelmedet valamire. A te lelki társadnál a Vénusz bolygó, ami a szerelemre utal, vagy arra a hölgyre, aki az ő lelki társa, nála Vénusz bolygó a bika jegyében van. Nem csak Vénusz bolygó, hanem a lefele mozgó holdcsomó Kétu is, ami egy kármikus csomó és a múltra utal. Ez a holdcsomó mozog, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a felfele mozgó holdcsomó Ráhu itt van a bika jegyében. És mivel Vénusz bolygót eléri, itt párkapcsolatról van szó. Ennél a Ráhu energiánál van egy új irány, vagy egy kiút, egy új lehetőség, és az ő lelke keresi ezt a kiútat. Én biztos vagyok abban, hogy köztetek van egy ilyen lelki kapcsolat, vagy egy ilyen kármikus kapcsolat. A te horoszkópodban a Hold és Szaturnusz bolygó szintén a bika jegyében van. A Hold utal anyai témákra, de az érzelmeidre is. Szaturnusz bolygó kihat a sorsra, vannak itt sorsdöntő változások, és Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is. Tehát ez a Ráhu mozgás, ami eltart jövő év márciusáig, kihat rád is. És most megtekintjük ezt a jóslást, mi van vele. Ez a kártya ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. A négyes szám arra utal, hogy számára most fontos a biztonság érzete. Nem csak ami az anyagiakat illeti, vagy a munkáját illeti, hanem ami a párkapcsolatot. Mert itt érzelmekről van szó, erre utalnak a kejhek. Itt ezen a kártyán látható egy nő, ez jelentheti az ő tartását, vagy a te tartásodat. Ott vannak az esélyek. Arra utal ez a felső kehely, de ti elfordultok ettől. Én úgy gondolom, hogy ez mindkettőtöket érinti. A hölgy előtt van egy üres kehely, abban nincs semmi. És úgy gondoljátok, hogy ebből a kapcsolatból nem lesz semmi. El kellene fordulni egy másik irányba, és észrevenni azt a kejhet ott fent, mert ezek a lehetőségek. A kejhek érzelmekre utalnak, és ez azt jelenti számodra, te szereted őt, és ő szeret téged. Tehát oda kellene figyelni erre is. És most megtekintjük azt, hogy mi a terve. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. A levegő eleme
utal a könnyűségre és a kommunikációra. Ő szeretne veled beszélni, és te vagy ez a királynő. Ennek a királynőnek a kezében van egy kard, és az utal fontos döntésekre. Azon kívül elvágja a félelmeket. Az azt jelenti, át kell tenni magatokat a bizonytalanságok felett, a félelmek felett, és így fellélegezhettek, amit ő tervez veled beszélni. A következő kártya mutatja azt, hogy mi áll nála a középpontban. Ezen a kártyán láthatóak az érmék. Ezek az érmék utalnak az anyagiakra és a munkahelyi viszonyra. Viszont az érméknek más jelentése is van, és mutatja a belső értékeket, azon kívül a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Ezen a képen látható egy hölgy, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és mutatja az ő tartását. Ott bal oldalon van egy ilyen fa, olyan, mint egy karácsonyfa, és ezekkel az érmékkel van kidíszítve. Ő erre figyel, de ez nem őt jelenti, hanem másokat. És ez azt jelenti, ő összehasonlítja magát másokkal, és nincs tisztában a saját értékeivel. Ő vár arra, hogy elismerést kapjon, vagy dicséretet kapjon. Lehet, hogy most így provokál téged, hogy ezt a bizonyos témát te mondjad neki, és akkor így kialakul egy beszélgetés köztetek. Neki itt lenne egy feladata, mégpedig azt az alsó érmét, ami a földön van, azt észrevenni, azt a kezébe venni, ezek az ő értékei. És ez nem a te feladatod ezt neki mondani, hanem ez az ő saját feladata ezt észrevenni és tisztába lenni az ő saját értékeivel. A következő kártya azt mutatja, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. Ezen a képen ott fent jobb oldalon látható egy hölgy. Ez mutatja az ő tartását, illetve az érzelmeit, nála félelmek vannak, mert vannak kívülről támadások, viták, veszekedések, kihívások. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi változik nála. Ezen a kártyán láthatóak a botok. Azok utalnak a tűz elemére. Ezek bátorságot jelentenek, lelkesedést, de gyakran dühöt vált ki belőlünk. Ha megtekinted ezt a képet, akkor látod, hogy vele szemben vannak ezek a botok. Ezek kiváltanak nála valamit, vagy lelkesedést, vagy dühöt. Ezek mások, akik hatnak rá. De az ő kezében is van egy bot, és megvédi magát. Kimutatja az ő erejét, a bátorságát. A háta mögött van egy kapu. Ezt vagy kinyitja, vagy lezárja. Ő elgondolkozik azon, ki van rá jó hatással, akkor kinyílik ez a kapu, és mutatja a nyitottságát. Vagy ki zavarja őt, akkor becsukódik ez a kapu, és ő zárkózott lesz. Hogy tekint feléd, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen láthatunk egy lovas hintót,
és itt mozognak az események, utal változásokra is. A kérdés csupán az, hogy ki vegye kezébe a dolgokat, te vagy ő, mert valakinek irányítani kell ezt a hintót. A fehér ló az előre megy, akkor előre mennek az események, nincsenek akadályok, viszont ez a fekete ló úgy visszatekint a háttérbe, ami a múltra utal, és az fékezi az eseményeket. Ha te a múltról beszélsz, akkor ő visszahúzódik. Ha ti lezárjátok a múltat, akkor előre mennek a dolgok akadályok nélkül. Ez a kártya gyakran költözésre utal, néha utazásokra is. Ez lehet nála egy terv, egy közös nyaralás, vagy egy közös életút. A következő kártya azt mutatja, hogy van-e egy másik nő az életében. Ezen a képen, ott lent bal oldalon látunk két fiatal vidám hölgyet. Ezek lehetnek barátnők is, ez arra utal, hogy neki van baráti kapcsolata, vagy lesz egy meghívás, mert ez olyan, mint egy ünnepség. Viszont a botok ott a háttérben mutatják a korlátozásokat, és ez inkább arra utal, hogy igen, lesz egy meghívás, de ő nemet fog mondani. A következő kártya azt mutatja, hogy áll ő ehhez, vagy ezekhez a hölgyekhez. Akkor is, ha ezek a hölgyek itt a vidámságot szimbolizálják, nála ez inkább egy kihívás volt. Utal a múltra is, és ő lezárja ezeket a kapcsolatokat. A következő kártya arra utal, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, mit várhatsz el tőle. Ez a mágikus varázsló, ez arra utal, hogy van köztetek ez a mágikus, misztikus, vonzó erő, és ő visszatér hozzád. A következő kártya azt jelzi, hogy mit tegyél. Ezen a képen látható egy fiatal fiú. A kezében van ez a bot, ez szimbolizálja a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket is, de mivel olyan fiatal, nem ismeri ki magát, először meg kell, hogy nézze, hogy miről van szó, talán még egy kicsit óvatos is, olyan kicsi lépésekkel kell, hogy közeledj hozzá. És az utolsó kártya mutatja a jövőt. Itt ezen a képen a sors kerekét látjuk. Itt lesznek sorsdöntő változások, azon kívül a sors utatok kereszteződött, ő a te lelki társad. Itt kell a bizalom, hogy minden jóra fordul. Kedves Szemirá, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!